A házi kedvenceinkkel múlna, nem engedélyeznék a tűzijátékokat sem. A robbanások hangja ugyanis rendkívüli félelmet vált ki a kutyákból és a macskákból, és feléleszti a menekülés ösztönüket. A legtöbb kisállat ilyenkor nem tudja betájolni a zajforrást, átmenetileg elveszti tájékozódási képességét, és élete védelmében hanyathomlok menekülni kezd. Legyen szó kicsi kutyáról, vagy idősebb állatról, ugyanúgy megrettennek a tűzijáték hallatán. Ilyenkor azonnal menekülőre fogják, és gyakran elkóborolnak. Betárdás időszak az a kutyusok számára komoly stresszt jelent, hiszen ők ezt nem tudják igazándiból feldolgozni, hogy ez a durranás, ez számukra igazándiból komoly veszélyen nem jár. Az állatorvos, ha nincs más megoldás, nyugtató hatású készítmények használatát ajánlja. Ha megtehetik, akkor azért olyan helyen tartsák ilyenkor a jószágokat, hogy üvegajtó, üvegablak lehetőleg ne legyen a közelben. A nyugtató hatású készítményről azt kell tudni, hogy annak sokszor egy olyan 8-12 óra a fő hatása. Nem alszik el tőle tulajdonképpen az állat, tehát nem olyan, mint egy műtéti altatás, hanem tényleg egy olyan közömbösebb, abszolút kezelhető állapottá alakítható ilyenkor. További megoldás jelenthet a kutyák bőre alá elhelyezett mikrocsip, amely segíti az állatok azonosítását, így könnyebben visszajuttathatják a gazdihoz.